Sziasztok, sziasztok! Sziasztok, magyar nép, nemzetiségek, Száva Vince vagyok. Egy nagyon fontos üzenettel jöttem a kis Vince fiammal, aki már 13 éves lesz, a drágám, nagyon szeretem, és szintén nagyon szeretem a Natán kis unoköcsémet, ő a Hajni édes testvéremnek az unokája, és üzenem a kis Lacikának is, mert meg fogja nézni, és megsértődik, hogy őt is szeretem, mert édes testvére a Lacika a Natánnak. Na, tehát a jó testvéreimet, az igazakat nagyon szeretem, és ki fogok állni mindig mellettük, ezt ne felejtjétek el. Hát, és az unoka, a testvérek, unoka, öcséjeim, hugaim, ők tudják, hogyha kell, akkor azonnal megyek, és számíthattok rám. Ugye? Na, írjátok meg, hogy így van. Több mint 2000 rokonba engem hívnak általában a gondban. Na, még hívják még azért a sárgalábú bátyámat is, a Zsolti öcsémet is, tehát azért, akik jó testvérek, azért segítsünk, ahol tudunk, hát persze idegeneknek is segítünk. Na most, átadom a szót egy kis rövid mondatra a Vince fiamnak. Épp arról beszéltünk, hogy miért fontos ez a nagy szeretet közöttünk, mert hatalmas szeretet van apa és fia között, és a jó gyerekeim között, már Istennek van nekem sok jó gyerekem. És akkor, és már is ide fordulok a Vince fiamnak. Tehát a szeretetről beszéltünk, fiam, és akkor szeretsz engem, azért tisztázok. Igen. Mennyire? Nagyon. Szívedből? Igen. Igen. Két szíve van. Na jó, nem, inkább egy nagy szíve van, igen. És akkor, fiam, egy-egy mondat, hogy miért fontos a szeretet, a testvériség, miért lényeges? Igazából azért fontos a szeretet, mert anélkül nem lehet élni. Bravo. És akkor egy rövid mondatra visszatérünk ide, és akkor Natán, és ezt mond valamit? Szeretet? Azt gondolom a szeretettől, hogy azt nem lehet megvenni, és mindenki meg fogja találni, még az is, aki eddig még nem találta meg, és kívánom tiszta szívemből, hogy találja meg, ámen. És remélem, hogy jó útra térnek a rossz akarók is, és ennyi. Jó, szép volt. És akkor még csak annyit, hogy a drága kis Vince fiam, az én édes szépségesem, ma bejött hozzám, és akkor mit kérdeztél tőle, fiam? Azt, hogy a Natánnak adhatok egy számítógép házat, és egy egeret, és egy billentyűzetet, meg egy monitort. Igen, igen. Tehát itt élő egérről beszélünk, ne felejtjétek el, szinte él. Inkább ezt mondanám, itt van, látjátok? Majdnem azt mondjuk, mikor nagyon jól működik, akkor azt mondjuk, szinte én, ne ijedjetek meg, nem harapos egérről beszélünk. És akkor, fiam, még csak annyit akkor, hogy mit üzensz az embereknek, ahol a szeretetlenség tombol, mert a 8 milliárd ember között azért sok-sok gonosz született, és ez nekünk fáj, pont erről beszélgettünk, és mivel tudjuk formálni őket, vagy hát mit üzenünk? Akik rossz úton járnak, vagy járni akarnak, azokat Isten meg fogja találni a szeretetben, boldogságban, erőben, egészségben, és meg fogtok térni, remélem. Ámen. Így van. És akkor még egy mondat. Én még azt tudom elmondani, hogy a szeretet az nagyon fontos, és remélem, hogy majd egyszer megtaláljátok megint. Akiknek szükséges. És sokan ezért bebolondulnak, szó szerint, és remélem, hogy Isten ugyanúgy, amit elmondott a Vince is, hogy megtalálja őket, és remélem, hogy megtalálják a boldogságokat. Így van. Na, ez volt a mi üzenetünk a három harcosnak. Muskétel. Igen, ez az üzenetünk is. Legyetek szívesek, jókat üzenjetek, mert nézem és üzennek a rosszat, fenyegetőzések, meg irigységek, meg mindenki lejáratása. Kérlek titeket, önmagatoknak okoztok, a családotoknak okoztok ezzel problémát, és én azt kívánom, hogy lehetőleg egy konfliktust is, tudjátok, konfliktus kezelésben, és azért nem csak 20 éve, hanem előtte is én ott voltam, meg ott is leszek én a drága jó testvéreimmel együtt, de egyedül is elindulok sokszor, hogy tudjak békét teremteni olyan ügyekben, ahová azért rendőrök se nagyon mennek oda, nem mernek oda menni, van ilyen is ám, hogy tudnotok kell, pont ma is hallottam egyet, egy esetet,
De azért én oda megyek valóban, mondjuk Hevesi cigányháború nagyon kemény volt, ott 200 kommandós viszont ott volt, két helikopter, de mégis sikerült békét teremteni úgy, hogy egy ilyen béke megállapodást én megszerkesztettem, kint volt a Hír TV, és ugye béke honol azóta is, pedig ez 2007-ben volt, azóta is volt sok hasonló eset, és ez egy komoly dolog volt Hevesen, és akkor mondom is, ugye a Római Ló együttes volt az egyik csapat, és a másik az a Lajos, de nekem mind a kettő barátom lett, és azóta ők is barátok lettek, ja, figyelem, azok a jó emberek, viszont a legtöbben tagjaink is lettek. Azért ez jó, ugye? Ez siker. Sziasztok, sziasztok!